Kialudt egy fény, ami soha többé meg nem gyullad. Egy csillag, amely különösen szépen világított, és mindenképpen soha nem látott saját színképe volt. Egy lény, aki jóságot sugárzott maga körül, elhagyta a földet. Kérész életű ragyogó útja egyetlen felvillanás fény és sötétség kettős örökké valósága között. Lelkiért gyászolnak az emberek, a ravatalt komoly arccal állják körül, és így szólnak. Nézzétek, milyen különös csoda csókolta meg személyében a földet. Nézzétek, mit vesztett a világ. Fehér Miklós 1979. június 20-án Tatabányán született. Pont egy költözési dolog volt, tehát hogy elköltözünk Kózdról, akkor a nejem mindennapos terhes volt, akkor elmentünk anyósomékhoz, mert ők Tatabányán élnek, megéltek, és akkor közben megszületett a kisgyerek. Így lett ő tatabányai. Miklós Győrben, pontosabban Győr-Szabadhegyen nőtt fel. Édesapja mérkőzéseire, aki a Mávdac NB1-es csapat játékosa volt, édesanyja már 2-3 éves korában gyakran elvitte. Hát végül is a kisgyerek, amikor nődögélt a nejem, az rendszeresen hozta meccsre. Tehát most, de soha nem volt olyan dolog, hogy már pedig kisrácban futbolista legyen, hanem egyszerűen élvezte a dolgot, ahogy nőtt, szépen szünetbe rúgdalták a labdát ugye a hasonlókorú gyerekekkel. És valahogy beleívódott az a légkör, vagy az a millió. Édesapja együtt játszott a Mávdacban Csé Kovács Lászlóval, aki előbb abba hagyta a játékot. Sokáig nem látták egymást, majd hosszú idő után egy öreg fiúk mérkőzésen újra találkoztak. Az egykori csapattárs ekkor már testnevelést tanított, és gyermekfutballal foglalkozott az Ortutai Általános Iskolában. Említette, hogy van egy ügyes, hogy nézzen meg, és itt közel lakik az iskolánkhoz is. Ez 87-88 nyarán lehetett. Ő második elemista volt a szomszéd iskolában, és hát az egy csodálatos élmény volt látni, hogy egy szőke, ügyes gyerek, tűzgolyó. Mindig azt hittem, hogy egy villám csatár lesz belőle, mert fiatalkorában egy gyors játékos volt. Így került Miki egy fanatikus utánpótlás nevelő szakember keze alá. Nagyon jó korosztály jött össze, Fehér Miklós, Stark Péter, Farkas Balázs. Úgy hívtam őket, hogy ez a nyakkendős csapatom. Oda arra a meccsre nem kellett melegítőbe menni, mert ott nem kellett dolgozni. Ők olyan készen voltak, és tényleg profin csinálták azt a játékot azon a szinten. Itt csaptak egymás tenyerébe először Stark Péterrel, majd lettek egy életre szólóan barátok. Peti az általános iskola negyedik osztályát járta, Miki a harmadikat. Egymással szemben laktak a Szőnyi úton. Peti az ötben, Miki a hatban. Szinte mindenben különböztek, de Szabadhegyen, a tó melletti réten, jóban-rosszban, reggeltől estig együtt voltak. Rengeteg dologba különböztünk. Ő egy nyugodtabb srác volt, én viszont ennek abszolút az ellentétje. Ez valahogy akarva akaratlan is összehozott minket. Tehát mindig versenyeztünk egymással, kinek a csapata győzzön. A legtöbb veszekedés mindig közöttünk volt, egészen addig, amíg föl nem értünk, és egyik hívta a másikat azonnal, hogy jó, hát bocs, nem így gondoltam, gyere le, menjünk le, focizzunk, kezdjük újra. Szóval tényleg azt szokták mondani, hogy az igazi nagy barátok között nem létezik olyan, hogy ne legyen egy igazi nagy veszekedés, hát rajtunk ez nem múlott, az biztos. Állandóan veszekedtünk, és állandóan kibékültünk. Szüleik rengeteget nevettek rajtuk. Örömmel vették, hogy a két gyerek együtt rúgja a labdát. Miki kiskorában is számolatlanul rúgdalta a gólokat. Mikit gyerekkorából ismerem, hiszen különböző tornákon, kupákon, mint sportújságíró, akkor mentem tudósítani, láttam ezeket az ügyes gyerekeket. Közülük is hát kitűnt a kis Fehér Miki, hiszen az, ami eszembe jut róla, egyből egy kis szőke, kisrác, aki mindig győzni akar, mindig gólt akart rúgni,
tele se lehetett hozni a pályára az edzőknek, mindig gondja volt, mert amikor 5 gólt lőtt esetleg, akkor a 6-at is be akarta lőni. Azt gondolom, hogy szinte minden tornán gólkirály volt. Akkor is lehetett már látni rajta, hogy vidám kisrác, aki szereti a környezetét, szeret élni. Alkotát tekintve még talán 8-os korában is a kisnövésű gyerekek közé tartozott. Őrületesen vékonyak voltunk mind a ketten, korosztálynak a legvékonyabb képviselői voltunk. Többiek már valamilyen szempontból erőseknek tűntek, de mi valahogy borzasztó vékonyak voltunk. Annyi látszott a képen, hogy két csontvékony srác, világító szőke haja. Miklós nagyon sok gólkirályi címet nyert el a különböző ifjúsági labdarúgó kupákon. Ezért 1991-ben, amikor az MLS U13-as korosztályánál országos tehetségkutatást végeztek, ő is ott volt Győr-Sopron megye legtehetségesebb labdarúgó palántái között. Győrbe látogattunk, és az Etó stadionjában láttuk a Győr-Sopron megyei tehetségeket. Egyik csapatban az Etó serdülő csapatának játékosai, másikban a megye tehetségei. És itt találkoztam a Miklóssal először, jobboldali támadót játszott, egy vékony, nyurga, gyors, pörgő kis gyerek, játékügyes is volt, Start Petivel, Farkas Balázsral, Sütörivel együtt, ők tűntek úgy akkor a legügyesebbeknek, különösen a Miki nyerte meg a tetszésünket. Tehát az első találkozás ekkor volt. Mi végigjárjuk ilyenkor az országot, és aztán a legtehetségesebbet egy országos táborba, a Tatára meghívjuk, ide a Miki is az említett két győri társaságában, tehát a Stark és a Farkas Balázs társaságában meghívást kapott, és egy éven keresztül a különböző események, kisebb versenyek voltak, hazai kupák, nemzetközi kupák, Mannheim-i torna, folyamatosan lehetőséget kaptak, és egy kis nemzetközi tapasztalatot szereztek. Aztán egy idő után elmaradtak a rendszeres foglalkozások. Miklós közben 8. osztályos lett, és pályaválasztás elé került. Összeült a 4-tagú fehér család, mert Miklósnak van egy húga is, hogy mint mindig mindenben, erről is közösen döntsenek, mert náluk szó szerint demokrácia volt. A döntés megszületett. Miki a Bercsényi Miklós gimnázium testnevelés tagozatára jelentkezett. 1993-ban felvételizett ide a Bercsényibe. Akkor még ilyen szóbeli elbeszélgetések voltak a felvételi részeként. Akkor találkoztunk először. Miklós egy olyan iskolában folytathatta tanulmányait, ahol ismét a futball volt a központ. Az ő fejlődésének ez nagyon jót tett, mivel sokrétű képzést kapott. Nagyon aktívan és intenzíven sportolt, de teljesítménye nem csak ezen a téren volt kimagasló. Miki tanulmányi eredménye is messze az átlag feletti volt. A tanulás is nála tudatos volt. Ott ő nem jöhetett el felkészületlenül, tehát neki az egy presztízs veszteség lett volna, ha úgy szólítják meg, hogy nem tud rá válaszolni. Nagyon szorgalmas fiú volt. Ha hosszabb ideig hiányzott, mert edzőtáborban vagy meccsen volt, mindig bepótolta az elmaradt anyagrészt. Édesanyja a hiányzások ideje alatt gyakran járt be az iskolába, érdeklődött a tanároktól, hogy meddig jutottak az egyes tantárgyakban. Miki napra kész volt, mind a tanulásban, mind a sportban. A gyermekkori álmok megvalósításához tudatosan építette az utat. Ekkor már pontosan tudta, hogy mit akar. Emlékszem egyszer, talán harmadikosok voltak, igen, akkor kezdtem őket tanítani, amikor egy iskolai bál alkalmával beszélgettünk, és arról, már akkor arról beszélt, hogy hogyan tervezi a jövőjét, tehát konkrét céljai, tervei voltak a focival, azzal kapcsolatban, hogy hol szeretne focizni, hova szeretne eljutni, mit szeretne elérni. Akkor arról beszélt, hogy ő majd mindenképpen szeretne kikerülni külföldre, és külföldön szeretne focizni, és egy külföldi csapatban valószínűleg többet, jobbat tudna elérni szakmailag. Valahogy úgy mondta, hogy szakmailag többet tudna fejlődni, még akkor is, hogyha esetleg folyamatosan a kispadon ül, és nem tud annyit játszani, mint itthon, mint az itthoni csapatokban. És mondom, tehát igazából engem akkor ez nagyon megfogott. Miklós egyre erőteljesebben bontogatta szárnyait. A játék felfogása, az alkata kezdett már hasonlítani a későbbi felnőtre. Az Eto ifjúsági csapatában 15 éves kora ellenére a 18 évesek között bizonyított. Stark Petivel újra lehetőséget kaptak a korosztályos válogatottban, és folyamatossá vált foglalkoztatásuk. Akármi volt, mi ketten mindig mentünk a váltottba az összes korosztályban.
Ennek köszönhetően rengeteg országba eljutottunk, ahol más játékos lehet, hogy soha nem fog már. Rengeteg ilyen nagy híres tornákon vettünk részt. EB-selejtezőket játszottunk az első körben Cipruson, Oroszországgal és Ciprussal egy csoportba. Jutottunk tovább, ahol a Miki erőssége volt a csapatnak. Majd az úgynevezett selejtező második körbe Bulgáriát kellett oda visszavágó alapon legyőznünk. Debrecenben óriási csatában jobb játékkal lényegesen, de csak 1-0 nyertünk. Részese volt Miklós is ennek a sikernek, miként aztán kint Bulgáriában tényleg sziporkázó játékkal 3-1-re nyertünk, és az EB 8-as döntőjébe jutottunk az U18 korosztályba. Óriási siker volt, hogy Európa legjobb csapatai közé jutottak. Ezt a mérkőzés sorozatot Izlandon rendezték. Az első meccset Portugáliával, a másodikat Spanyolországgal, és a harmadikat a helyiekkel, az izlandiakkal játszották. Miklós az első és második meccsen végig szerepelt. Többször került a portugálok és a spanyolok ellen jó helyzetbe, de hadilában állt a helyzet kihasználással. Három támadó van 5 védővel szemben, Madar még jó. Fehér egyből lő. Kapufa! Ú, de nagy kapufa volt. Ez nagyon szép támadás volt. A két meccsen összeszedett 2 sárga lap miatt a harmadik mérkőzésen nem jutott szerephez. Összességében a 7. helyen végeztek. Misi bácsi, ahogy nevezték a fiúk, nagyon büszke volt csapatára. Akkoriban ő az U21-et is edzette, tehát a 75-ös korosztályt, ahol többek között Dárdai, Lisztes, Király futballozott. Egy-egy alkalommal az U18-as korosztály tehetségeit odavitte az U21-es korcsoportba. Így kaphatott lehetőséget Miklós 17 évesen, 1996. decemberében a 21 évesek között. Olaszország ellen már az U21-es válogatottban lépett a pályára. Kimagasló sportbeli teljesítménye nem csak az utánpótlás válogatott edzőnek tűnt fel. 97 tavaszán életem az első csapat edzője. Tulajdonképpen Hássanyi volt előtte a kolléga, azért került sor kenyértörésre, mert én, mint szakmai elnök helyettes, állandóan forszíroztam, hogy a tehetséges gyerekeink, Fehér Miki, Ferenci Pista, akkor a Stark Peti, a Farkas Balázs, nagyon tehetséges gyerekek voltak. Tulajdonképpen 97 tavaszán ezek a gyerekek mind játék lehetőséget kaptak, de egyedül a Miklós volt az a játékos, aki mind a 15 mérkőzésen végigjátszott. Az elején még egy kicsit hullámzó volt a teljesítménye, de a szezon végére azt lehetett mondani, hogy egy érett játékos lett. Tulajdonképpen már ekkor felfigyelt rá Reszeli Sós István is, ugyanis 1997 nyarán ő lett az Eto vezetőedzője. Pár bajnoki meccsen, pontosan 4-en már néztem a leendő csapatomat, és akkor föltűnt egy fiatalember, aki akkor már a Keglovics László is játszhatott, és csereként, meg egyszer kezdőként is föltűnt, hogy milyen jó fizikum és milyen nagy tehetség, és amikor ide kerültem, akkor abszolút úgymond bizalmat szavaztam neki. Tulajdonképpen az ő képességre építve egy befejező játékot, és egy támadó játékot írtunk meg, hiszen 3 csatára játszhatunk pont az ő képessége miatt is, ami egy elég látványos játék volt, elég sok gólt rúgtunk, és nagyon sok néző volt abban az időben. Hát egyértelműen ő volt a csapat egyik üdvöskéje. Abban az időben nagyon népszerűek voltak a csapat játékosai. Rengeteg meghívást kaptak, sok helyen kellett megjelenni. Miki mindenhol tudta, hogy kell viselkedni, erre nem kellett külön tanítani. Soha nem voltak sztár allűrjei, a szerénység jellemezte. Kedvesen mosolygó tekintete gyakran került a kamerák fókuszába és az újságok címlapjára. A fiatal lányok körében is nagyon népszerű volt. Válogathatott volna kedvére, de ő az egyik osztálytársával fűzte komolyabbra a kapcsolatát a gimnáziumban. Nagyon aranyosak voltak együtt, szépen is mutattak egymás mellett. Egy teljesen egészséges, szép, irigylésre méltó diák kapcsolat volt az. Miklósnak 2 hölgy állt még igazán közel a szívéhez, a húga Orsi és édesanyja. Közvetlen kapcsolatban voltak, mindig mindent megbeszéltek. A lányok tanácsokat adtak szerelemben, öltözködésben, hajviseletben. Imádta a családját. Húgát féltő szeretettel óvta mindentől és mindenkitől. Rajongott az édesanyja által készített rántott szeletért, a 6 lapos süteményért és a lúdláb tortáért.
Édesapjával rengeteget játszottak, de mindig csak fociztak. A csócsóasztal mellett napokat töltöttek. Örökké versenyeztek, mindketten győzni akartak. Nagyon sok közös programunk volt, szebbnél szebb dolgok, felejthetetlen dolgok. A sok vidámság, a sok bohockodás, ebből állt dolgok. Hát mi soha nem szomorkodtunk. Hát Védelmi Brigád volt a miénk. Bensőséges családi légkör vette őt körül. Szerencsésnek érzem magam, mert csodálatos családom van. Mondtam mindig. Nem zseninek született. Az átlagnál tehetségesebb ember volt, úgy mentális szempontból, mint sport tekintetében, viszont a személyiség jegyei, a szülői háttér, a családi háttér, valamint ezek az emberi tényezői, akaratgazdagsága, céltudatossága viszont sokkal előrébb repítette, mint esetlegesen egy zseninek született játékost. Az Eto'ban a csapat meghatározó játékosa, a mérkőzések gólfelelőse volt. Minden meccsen megcsillantott volna. Nagyon hamar felfigyeltek rá a menedzserek is, meg más csapatok is, külföldről és itthonról is, hiszen korosztályos válogatott volt, aztán U válogatott volt, úgyhogy nem, úgymond nem volt nehéz észrevenni. Én azt tudom, hogy a Bognár György vette úgymond a szárnyai alá, és az akkori klubvezetéssel egyeztetve az első év végén el is adták a Portónak. Egy igen nagy összegért, ami Magyarországon akkor rekordösszegnek számított. Fehér Miklós utolsó mérkőzésére készült Győrben. A Porto sztárcsapatába szerződött csatár egy év alatt a város kedvencévé vált. A győri közönség még tavasszal örülhetett Fehér Miklós góljainak, de júniustól már a meggyőztes Porto csapatát erősítette. A hátra levő fél évben nem fogta vissza magát, rengeteg gólt lőtt. Szépen akart elköszönni az Eto szakosztálytól. Ha megismételném az őszi 8 gólomat, nem lennék elégedetlen. Persze minden gólomat odaadnám azért, hogy minél fényesebb éremmel búcsúzhassak szülővárosomtól, nevelőegyesületemtől. Nyilatkozta. Sérülés és betegség miatt jó néhány összecsapásról hiányzott, és még így is megszerezte a házi gólkirály címet. 25 mérkőzésen 13 gólt zsákolt be az ellenfél kapujába. Szép focizott, és ha fáradt volt, akkor is oda tudott tenni valamit. Hát ez nagyon hiányzik a mai focistákból, hogy szívvel lélekkel küzdjenek a csapatért. Sokan azt mondták, túl fiatal még a nagy kihívásra, és kérdés, képes lesz-e egyedül megállnia a helyét. Annyi biztos, hogy a győri labdarúgó elnyerte a portói vezetők tetszését. Soha nem felejtem el, hogy mi is szomorkodtunk, hogy telt az idő, és közeledett az utazás ideje. Szóval nem mutattuk ki a kisrácnak, nehogy a lelkébe vagy valamilyen dolgot, valami törés legyen, de még szülők ugyancsak elgondolkoztunk, éjszakákon beszélgettünk át, hogy akkor most hogyan tovább. És nagyon fájdalmas volt az az óra, amikor becsukodott a kocsi ajtó, és mentek a repülőtérre. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken,
most is vízhangzik a lépten. Itt ül az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól, akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Porból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. A svehati repülőtérről szállt fel az az óriás gép, amely Fehér Miklóst, a Győri Eto FC csatárát, Alexander Costával, a Porto FC alelnökével pályafutásának új állomása Portugália felé repítette. Bajnokcsapathoz került, hiszen előtte való évben is megnyertük a bajnokságot, és amikor úgy került oda, tehát mindenféleképpen nagyon nagy elánnal dolgozott ahhoz, hogy mindenféleképpen bekerüljön a csapatba, és hogy standard játékos legyen, és egy teljesült egy álma, hogy egy ilyen világhírű csapatnak a játékosa lehetett. Lipcsei Péterrel együtt stabil emberei voltak a 25-ös keretnek. Itt óraműszerűen működik minden, nem jöhet közbe váratlan esemény. Hogy mit várnak el tőlem? Amit általában egy csatártól szoktak, gólokat kell lőnem. Aki többet ér el, az játszik. Aki gyártja a gólokat, az a kedvenc, azt favorizálják, és vele elégedett mindenki. Mesélte édesapjának egy telefonbeszélgetés alkalmával. Első hónap az valóban úgy volt, hogy órák hosszát beszélgettünk telefonon, de pontosan ez véget, mert honvágya volt, és akkor mondta, hogy gyertek ki, legyetek szívesek, stb. Egy kicsit együtt leszünk, meg mettem. Hát aztán az a kis együttlétbe lett egy hónap. De úgy lelkileg föltöltődött úgy a kistánc, hogy aztán igazából utána már nem volt vele probléma. Hamar beilleszkedett abba a millióbe. A szülők hazautazását követően nagyon sokat segítettek barátai és csapattársai. Teljesen a szívünkhöz nőtt a Miki, hiszen én úgy kezeltem a Mikit, hogy úgy kezeltük a feleségemmel együtt, mint egy harmadik gyerekünk lett volna. Mikor Miki megérkezett Portugáliába, az új klubjába, a mi csapatunkhoz, a Portóba, én voltam az első, aki fogadta. Mindig emlékeztetett engem saját magamra, mert én is 18 éves voltam, mikor elhagytam az otthonom. Tele vágyjal, ambícióval, hogy nagy játékossá váljak. Ő is úgy érkezett. Úgy hiszem, hogy sokat tudtam neki segíteni az új országba való beilleszkedésbe. Belecsöppent az életembe, az életünkbe. Semmiből érkezett. Kialakult egy barátság, olyan volt, mint egy testvér. Együtt voltunk a szép pillanatokban és a rosszakban is. Amit mondott nekem a kezdetektől fogva a Portugáliába való érkezése óta. Egy napon feljutok a csúcsra, és mindenki meg fog ismerni. Miklós számolta mellőzéssel a Portónál. Bajnoki mérkőzésen kétszer állt be csereként, egyszer fél órát kapott, egyszer pedig 15 percet, és többször ült a kispadon. Mindenféleképpen úgy szeretett volna bekerülni a csapatba, hogy teljesítsen előtte, hiszen azért nagyon nagy játékosok voltak előtte, mint a Domingos, mint a Jardel, és hiszen a Jardel is gólkirály volt előtte, és nagyon nehéz volt a Mikinek, hiszen Portugáliában nem három csatáros rendszerbe játszottak, hanem egy, és én úgy érzem, hogy a Miki azért kiharcolta magának, hogy többé-kevésbé azért tudott játszani a Portóba is. Másik nagy álma is valóra vált. Meghívást kapott a magyar labdarúgó válogatottba. A csapat Azerbajdzsánban avatott újoncot.
Zsucska emel egyet hamar felé, aki könnyedén elérheti. Hamar, Illés, kifejelik előle, Rutka 16-osnál. Viszont emeli, tisztán van Dobbi, teljesen tisztán. Körbeadogatjuk a labdát, Fehér, lepattanó labda, Fehér gól, 4-0. Összeomlott a 10 emberrel játszó azeri válogatott. Fehér is gólt szerez a válogatottban. A 19 éves fiatalember élete első felnőtt válogatottban eltöltött 81 néhány percét, góllal tette még feledhetetlenebbé. Amik az nagyon büszke volt, hogy a magyar nemzet 11-be bekerülhetett, és ezt elérte, és én úgy gondolom, hogy minden játékosnak ez lett a célja, hogy egyszer magyar válogatott legyen. Ez a nap volt az, amikor értelmet kapott egész eddigi munkája. Most már odaírhatta a névjegykártyájára. Fehér Miklós, válogatott labdarúgó. Amit ő eltervezett, azt ő elérte. És ezekre a dolgokra, de azt hozzáteszem, hogy rengeteg olyan dologról lemondott, pontosan a siker érdekében, hogy elérje. Az FC Porto kölcsönadta először a Salgueirosnak, majd a Bragának, és ezt az eseményt Magyarországon sokan úgy értékelték, Fehér számára befellegzett a portugál sztárcsapatnál. Miki először csalódott volt, de aztán az élet kárpótolta mindenért. 19-20 éves gyereknek én úgy gondolom, hogy futballoznia kellett, és kölcsönadták a Brágába, előtte kölcsönadták a Salgueirosnak, és úgy gondolom, hogy talán jót is tett a Mikinek, hiszen szerintem nem ért volna annyit, hogy ott marad a Portóba és 10-15 perceket játszik, mint hogy elment Brágába és rúgdosta a gólokat. Szányra kapott a Bragában. 6 meccsen 7 gólt szerzett, ráadásul olyan csapatok ellen, mint a bajnok Lisszaboni Sporting vagy a Benfica. Jó részt az ő góljainak köszönhetően egy olyan csapat vezette a portugál bajnokságot, amely eddig sosem állt az első helyen. Szerették, sztárolták Portugáliában. Porque não? Porque pode ganhar só do primeiro três grandes ganhar campeonato como Sporting, Benfica e Porto. E chegou a altura quando outras equipas também melhoraram e também lutaram para título. Mas nós, o Braga, nós estamos ainda em boa posição, porque estamos a sexto, e acho que... Quinto. O quinto, então, para ganhar título, então... Ainda lá estão na luta. Exatamente, e faltam muitos jogos, mas acho que aquelas equipas, quem, por exemplo, Boa Vista, Belenenses e Sporting Braga, melhoraram muito e podem lutar para título. Mikibe volt egy olyan bizonyítási vágy, hogy na azért is megmutatom azt, hogy innen nem kellett volna engem elküldeni, és én úgy érzem, hogy ezt itt tette a Salgueirosnál, és itt tette a Brágába is. Amiki rendesen edzett, normálisan csinálta ugyanúgy a dolgát, mint Portóba csinálta, ott kapta a lehetőséget, és én úgy érzem, hogy ezzel mindenféleképpen élt, és megszolgálta azt, hogy őt nagyon szeressék Brágába. Óriásit javult a teljesítménye, ami annak volt köszönhető, hogy folyamatosan játszott, és a csapattal együtt ő is remekül elkapta a fonalat. A Bragában stabil játékos lett, itt játszhatott. Nem azzal kellett foglalkoznia, hogy befér-e a szűk keretbe, aztán ha ez sikerült, akkor nem arra kellett figyelnie, hogy lecserélik-e. Rengeteg szebbnél szebb gólt szerzett.
Fehér Miklós boldog volt, élvezte a népszerűséget, és nagyon vigyázott rá, nehogy túlértékelje azt. Alig ha kétséges, 2000 ősze Fehér Miklós idényének nevezhető a futballban. A csatár vezeti a portugálistát, meghatározó játékosa a Braga együttesének. 3 góllal igazolta a magyar válogatottban a Litvánia elleni mérkőzésen, hogy ott a helye. Egy percig sem gondoltam azt, hogy nekem bérelt helyen van a magyar válogatottban. Nagyon örülök annak, hogy formába lendültem, és annak is, hogy élvezem a bizalmat, de még nagyon sokat kell dolgoznom azért, hogy igazán jó futballista váljék belőlem. Mondta szerényen. 3 gólt rúgni világbajnoki selejtezőn különleges teljesítmény, kivált kép idegenben. Amikor a labda a hálóba került, eszébe jutott, hogy mennyire elkeserítették azok a kritikák, amelyeket korábban kapott. Hallotta, hogy még otthon Győrben is, amikor nem játszott a Portóban, azt mondták. Mit keres a profik között? Mit keres a válogatottban? Akármilyen boldog volt a gólok után, az is eszébe jutott, hogy talán az ellendrukkereinek is bizonyított. Persze tudta azt is, hogy nagyon sokan szorítottak neki, rengetegen örülhettek a góljainak olyan emberek, akik sokat foglalkoztak vele, tanították, bíztatták. Rengeteg olyan játékos van, aki külföldre szerződik, és mégse tud maradandót nyújtani, még itt pedig Portugáliába szerették, és maradandót tudott nyújtani, és én úgy érzem, hogy pont a mentalitásával, és azzal a nagyszerű teljesítménnyel, és azzal a közelséggel, hogy az emberekkel bánt, és azzal a szeretettel, hogy az emberekkel beszélt, mindenkinek a szívébe lopta magát. Szülei gyakran meglátogatták. A magyar konyha Portugáliában is működött. Első 2-3 napban csak magyaros ételeket kért. Hát ezt meg is csinálta, de utána visszaállt az ottanira, könnyebb, lazábbra, mert azt mondta, hogy nagyon finomak ezek a dolgok, csak oda kell figyelni az étkezésre is, mert anélkül azok a edzések, meg azok a dolgok, amik ott csinálnak, az nem lehet így. Ha meg... Most rengeteg halat evett kint, megszerette azt a dolgot is, de nem hagyta ki soha a magyar dolgokat, magyar ételeket, marha pörkölt, stb. Galuskával, húsleves, szóval megoldottuk. A szülők látogatásai között a barátok is eltöltöttek egy-egy hetet. Miki örömmel kalauzolta őket végig Porto zegzugos keskeny kis utcáin. Megmutatta a város nevezetességeit, és bepillantottak az éjszakai életbe is. Egy alkalommal, mikor együtt mentünk szórakozni, beléptünk egy diszkóba. Ez az eset az ő szépségével, különlegességével kapcsolatos. Egymaga képes volt megállítani a szórakozó embereket. Minden hölgy, egyedülálló, házas, fiatal, idősebb, alacsony, magas, sovány, kövér őt nézte. Ebben a pillanatban szóltam neki, hogy nézzen körbe, mi történik mellettünk. Mire ő körbe pillantott szerényen, amilyen ő volt mindig, és azt mondta mosolyogva. Te Rui, mennyi ember figyel rád? Természetesen nem maradhatott ki a Porto stadionban egy pörgős bajnoki mérkőzés sem. A kiruccanások és bulik alkalmával gyakran énekelték a Bikini együttes dalait. Amiket itt hagytál nekem.
Amikor már szépen a rokonokat, a közvetlen jó barátokat mind sorra kerültek, akkor 2001 őszén, hármasba apukájával együtt a három hetet kint tölthettem, és ez csodálatos élményeket adott. 22 éves volt akkor, és három férfi lakott egy, a Madjer, az a híres marokkói játékos, aki a Portót meggyőzelemhez vezette, annak a lakását bérelte a Portó számára, és ez egy nagy lakás volt még kinn a korán, a falon, meg tehát a Algír érmei Madjernek, és itt három férfi ember kikártyáztuk esténként, hogy ki fog mosogatni, és hát csodálatos volt az, hogy úgy lehet ezzel beszélni, mint egy edző kollégával. A magyar szurkolók különféle értesülésekből követték nyomon Miki sikereit. Nagy volt a távolság, de a rajongók szeretete legyőzte a kilométereket. Folyamatosan figyelték az eseményeket. Én a telefonon előfizettem erre a foci hírek. SMS-ben mindig küldték a foci híreket, és hát emlékszem, hogy mindig jött az SMS, hogy Fehér Miklós góljával nyert a Brága. Fehér Miklós két gólt rúgott a Brága színeiben. Megint Fehér Miklós góljával nyertek. Tehát abban az időszakban mindig mutogattam is a barátoknak ott a parlamentben is, hogy na, ismét a Miklós lendítette tovább a Bragának a szekerét. Tehát leginkább az az időszak volt, amikor így legjobban nyomon lehetett követni. Aztán a Bragából visszarendelték. A Porto szerette volna meghosszabbítani a szerződését még három évvel, de Miki nem írta alá. Hát igazán egy érdekes szituáció lesz, illetve igen lesz ebből, hiszen visszamegyek, és ők mindenképpen szeretnének a szerződést hosszabbítani. Nem tudom igazából, több elképzelésem is van, elsősorban tényleg azt szeretném, hogy visszamenni és játszani. Én döntök mindenképpen, de vannak azért, akik ebben segítenek, hiszen elsősorban ők is azt akarják, hogy nekem is jó legyen, de a végső esetben én mondom ki a döntést. Nem írta alá a szerződést, ettől kezdve perifériára került. Vannak ott is ilyen érdekes dolgok, és első csapatnál nem edzhetett, tartali csapatban játszott, tartali csapatban rugdalta a gólokat, akkor eltiltották onnan is, mert a nézők megkövetelték, hogy miért nem játszik az első csapatban. Akkor eltiltották, úgyhogy egy pályaedző segített neki, és akkor ők ketten csinálták ezeket a tréningeket. Szóval kemény volt, el volt egy kicsit keseredve. A Porto egy élő szerződéssel a háta mögött teljesen lenullázta. Minden áron futballozni akart. Nem azt számolta, hogy ő mennyit kereshet ezzel, ha nézőtéren is van, hanem őt bántotta, hogy minden áron játszani akart, gólokat akart rúgni. Küzdött a céljai megvalósításáért. Megvárta a szerződés végét. Később aztán már nem volt gond, mert azért nagy nehezen, de csak kiadták a Benficának. A Gomez nem volt Portugáliában, Olaszországban játszott, Fiorentinában játszott. Akkor a Miki volt az első számú center. Rúgdata is a gólokat, jól játszott. Finalizar.
gondolkodott, meg ahogy jöttek a sikerei, hogy ő Portugáliában nem jön el. Lehet, hogy csapatot vált, esetleg többször, vagy valami ilyesmi. Ez az utolsó időben is így történt. De annyira megszerette azt az országot, és annyira megszerették őt, és egy unikum volt, hogy magyar. Nagyon kevés magyar van kint. Tehát aki kint élnek emberek, azok is nagyon kevesen vannak. És hát valóban büszke volt, hogy igenis, én magyar vagyok, és meg tudtam csinálni azt, hogy teljesítményemmel kivittem azt, hogy a portugál emberek is megbecsülnek. Most tettük ezt, büszke volt nagyon, hogyne, persze, büszke volt a hazájára, hogy magyar létére ezt meg tudta csinálni. A magyar válogatottba is rendszeres meghívást kapott. 25-szörös válogatott volt, 7 gólt. Fájt neki, hogy mikor a 25. válogatottságát elérte, egy kezet se fogtak vele. Ez nagyon fájt, mikor jött haza. Majd sírt. Azt mondja, hogy miért. Pedig megérdemelte volna, hiszen elért mindent, amit csak lehetett. Na vida eu joguei futebol, graças a Deus, estou vivo. Fehér egy fiatal, tehetséges, óriási akaraterővel rendelkező profi játékos, aki nem 100, hanem 1000%-os profizmussal rendelkezett. Ismertem már korábban is, mint futballistát, a Portóban kezdett játszani, majd kölcsönjátékos volt a Bragában, végül a Benficához igazolt. Akkor ismertem meg jobban, amikor a Benfica játékosa lett. Jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, mint játékos és mint pályán kívüli ember között is. Fantasztikus fiú volt. A Fiorentinából a Benficába igazolt a portugál Nuno Gomes. Miklós innentől kezdve kevesebb játék lehetőséget kapott. Sajnos így működik kint. Nálunk fordítva működik Magyarországon, mert Magyarországon jön egy hazai játékost, előbb mellőznek, mint egy külföldit, holott semmivel se tud többet. Megérkezett a Gomez, és attól kezdve váltották egymást. Hol a Miki játszott, hol a Gomez játszott. És akkor elege volt a Mikinek ebből az egészből, és minden áron el akart menni. Hát meg is voltak a helyek, ment mégis meg volt a helye, a Boavistába vittük onnan tárt karokkal. Akkor hívta őt a Sporting is. És meg is volt az megegyezés a klubcsapat között, csak közben megsérült a Gomez. Akkor megint nem engedték el. Akkor ott kellett játszani Mikinek megint. És hát sajnos ez a dolog, amit utoljára eltervezett, azt már nem tudta befejezni. Azt már nem tudta befejezni, mert sajnos akkor történt utána a tragédia. Aznap egy jó másfél órát beszéltem Mikivel, tehát egy vasárnapi napon. Egy jó másfél órát beszéltem vele, nem volt semmi gond, vidám volt, mint ahogy szokott. Beszélgettük mindenről, mi van itt Magyarországon, politizáltunk egy kicsit, fociztunk egy kicsit, minden érdekelte.
És akkor mondta, hogy most leteszi a telefont, mert Gémeresbe utaznak, és Lisszabontól Gémeres elég messze van, egy jó 400-450 kilométer, és busszal mennek. Úgy beszéltük meg, mint ahogy szoktuk is, hogy meccs után akkor majd telefonál, és akkor majd elmondja. Oké, vigyázz magadra, játszasz akkor úgy, ahogy szoktad menni, ezerrel. 2004. január 25-én a Benfica vendégjátéka alkalmával a magyar válogatott 24 éves csatára a mérkőzés hosszabbításában másodpercekkel gólpasszát, majd egy sárgalapot követően összeesett, s az orvosok a többszöri újraélesztés ellenére már nem tudtak segíteni rajta. Azt a szörnyű mozdulatsort soha nem felejtjük. Fehér Miklós hátra simította a haját, rámosolygott a világra, majd a földre zuhant. Este jött is telefon, tehát sajnos nem a Mikitől, hanem értesítettek bennünket, hogy rosszul lett a pályán, és kezelik. És 5 perc múlva hívott a Vajer Gabi, és akkor ő mondta, hogy meghalt a Miki. Azt hiszem, a telefonbeszélgetést nem fejeztük be, elcsukott a hangunk, és ebben lett vége annak a hívásnak, ami szörnyű volt. E lamentar a situação que aconteceu no dia. Nagyon sajnálom, ami a születésnapon tavaly történt. Január 25-én születtem. Ezen a napon a Benfica a Gimareséssel játszott. Egy étteremben vacsoráztam és felálltam. Inkább hazamentem. Úgy éreztem magam, mint egy élő halott. Miki káros szenvedélyektől mentes életet élt. Soha nem panaszkodott, nem volt szívbeteg. Mégis mi vezethetett a tragédiához? Két vizsgálat volt. A kórházban itt végeztek, ott is azt állapítottak meg, hogy egyszerűen megállt a szíve. Akkor utána csinált egy vizsgálatot az állami egészség, nekik is az eredményei ugyanezt mutatták. Amikor elesett a pályám, akkor meghalt. Nem tudtak semmit segíteni rajta. Orvosi stábot volt itt. De semmit nem tudtak. A kórház 3 percre van a Gimaresi pályától. Semmit nem tudtak csinálni vele, sajnos. Semmit. Esélye se volt. Még egy pici sem. Sírt egész Portugália. Elszorult az emberek torka. Azóta is várjuk a magyarázatot, hogy mi történhetett azon a Gimaresi bajnokin. Fehér Miklóssal. Az élet bármennyire is kegyetlen, pereg tovább. A 25 évesen elhunyt Fehér Miklós gyászolja családja. Édesapja azóta annak szenteli életét, hogy fia álmait megvalósítsa. A Benfica család gyermekét a portugálok azóta sem felejtik, emlékét méltóképpen ápolják. Halála után egy héttel a Luz stadionban a mérkőzés gyászszünettel kezdődött. A Benfica játékosai összekapaszkodva emlékeztek volt csapattársukra. A gólokat és a győzelmet Fehér Miklósnak ajánlották.
A találatok után a kezdőkörben letérdelve kapaszkodtak össze, és az ég felé mutattak. Para ti, mi custaje, o nosso obrigado, e o até sempre. A tragédia után egy évvel a Beira Mar elleni bajnoki mérkőzés előtt felavatták Miklós mellszobrát a Benfica otthonában. A stadion óriás kivetítőjén újra pergett a sok-sok gól, melyeket az ifjú csatár szerzett. Több ezer ember nézett fel a kivetítőre, és könnyes szemmel figyelte a jól ismert mozdulatokat. Fehér Miklós temetésén a Rabatalnál a Benfica elnöke Luis Felipe Vieira gyászbeszédében ígéretet tett, amint lehet, elhozzák a csapat bajnoki serlegét. A 2004-2005-ös szezonban Giovanni Trapattoni vezetésével 11 év után lett újra bajnok a csapat. Az óriási Benfica ünnepben helye volt Fehér Miklósnak. A győzelem után egy héttel a portugál labdarúgó bajnok esett Benfica elnökségének több tagja, a teljes játékos keret Giovanni Trapattoni vezetőedző Győrben tettek eleget szomorú ígéretüknek. A temetőben lerótták kegyeletüket a játékos sírjánál. Portugál egyházi szertartást követően a csapat játékosai és vezetői egymást átkorolva közösen imádkoztak a sírnál, majd Miki kiáltással búcsúztak társuktól. Ezt követően az elnök és Szabróza csapatkapitány Fehér Miklós szüleinek átadta a kupa kicsinyített mását, és a fejfán elhelyezték Fehér 29-es visszavonultatott bajnok csapatmezét. A temetői tisztelgés után a csapat felkereste a Fehér Miklós Emlékmúzeumot, ahol zárt körű megemlékezésen adták át a bajnoki aranyérmet hozzátartozóinak. Fehér Miklós beírta nevét Portugália és a Benfica történelem könyvébe.